Az utolsó simításokat végzik a munkagépek és a szakemberek a Kraszna melletti töltésen Kocsornál. Nem csak a folyó saját árvize miatt volt fontos a töltés megerősítése, hanem a Tisza visszadúzasztó hatása miatt is. Egy nagyobb tiszai árvíz ugyanis jelentősen terheli ezeket a töltéseket is. Ezt a térséget érje leghamarabb a külföldről érő árvíz, és itt a legkevesebb idő a rendelkezésünkre. Tehát amikor már biztosak vagyunk benne, hogy nagy árvíz lesz, az csak 15 órával előtte tudjuk meg, ami nagyon kevés. Tehát itt nem elegendő úgymond kompenzáló védekezéssel készülni az árvízre, hanem fix létesítmények kellenek, amelyekre nem kell úgymond rákölteni sem munkát, sem energiát, ha jön az árvíz, mert nincs rá időnk. És ezért került fókuszba ez a térség az árvízvédelem ügyében Magyarországon. De nem csak a szomszédos országok miatt van különösen nehéz helyzetben ez a térség, az időjárás is megnehezíti az itt élők mindennapjait. Az a tapasztalat és a tudás, hogy egyre inkább az időjárási szélsőségek jellemzik a Kárpát-medencét, különösképpen az itt lévő folyókat, amelyek a gyorsan lezúduló víznek olykor nagyon nagy jelentőséget adnak, mármint az árvíz védekezésnek, hiszen a száj, illetve a kevés víz és a nagy víz is jellemzi ezeket a térségeket, ezt a térséget, úgyhogy itt a Kraszna mentén az itt élőknek az árvízi biztonságát szolgálja ez a projekt. A közel 4 milliárd forintos projekt keretében megerősített töltéseknek már az új 2014-es mértékadó árvízszintekhez kellett igazodniuk. A korábbi nagy árvizek rámutattak, hogy a régebben meghatározott mértékadó árvízszintek nem megfelelőek, ezért újra lettek ezek a szintek számítva, és ma már ezekre a szintekre építkezünk. Az elmúlt időszakban például a Tiszán, a Tivadari híd környékén volt jelentős töltésfejlesztés, illetve a híd fölötti szakaszon a balparton, ezeket már az új szintek figyelembevételével végeztük el, és hát a további terveink is erről szólnak, hiszen előkészítettünk egy fejlesztést a tiszai töltések fejlesztése Gulács fölötti szakaszokon, jobb és a balparton egyaránt, illetve a túrtorkolati szakaszának az erősítése is terve van véve, hiszen ott is a Tisza visszaduzzasztó hatása jelentősen érvényesül. Az árvízvédelmi töltések nagy részén ma már kerékpárút is található, ehhez is igazodott a most befejezett fejlesztés. Mint a projekt zárón elhangzott, ez a térség idegenforgalmának is jelentős fejlődés, hiszen itt a kerékpáros turizmus lehet az egyik nagy erősség. A fejlesztés részeként a Batár töltésben Magostigetnél a meglévő csőzsirip újjáépítése és a települési csapadékvíz elvezetés javítása érdekében mobil szivattyúállás kiépítése is megtörtént.